van egyszer egy hődíj és egy alapdíj. A Szép Hőzrt vezérigazgatója arról beszél, hogy a távhőárát nem a cég és nem is az önkormányzat, hanem az energiahivatal előterjesztése alapján a Nemzeti Fejlesztési Miniszter hagyja jóvá. Temesvári Balázs hozzátette, a távhőára az alapdíjból és a hődíjból áll, és a hődíj tekintetében a megyeszékhelyek között valóban a Szép Hődíj a legmagasabb, de országos szinten ez nem igaz. Mindkét ár vonatkozásában azt kell mondjuk, hogy Székesfehérvár nem vezető az ország távhővel ellátott városai között, hanem alapdíj vonatkozásában nálunk nagyjából a középmezőnybe tartozunk, de hődíj vonatkozásában is van, ahol drágább ez a megtermelt hő. Ezeket az ábrákat a Szép Hő Zrt. Hőszolgáltatási igazgatója a Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének adatai alapján készítette. Ezeken is látszik, hogy a díj nem Székesfehérváron a legmagasabb. Szauter Ákos azt is elmondta, hogy az elmúlt években számos fejlesztést hajtott végre a vállalat, amely mind az energiatakarékosságot és a költséghatékonyságot szolgálta. Összességében ugye ezt meg kell szorozni azzal a hőmennyiséggel, amit az adott lakás fűtési célra elfogyaszt. Most ez a mennyiség viszont Székesfehérváron nagyon jó. Köszönhető ez a kapcsolt épületek szétválasztásának, a panelprogramnak, illetve a lakosság energiatudatos gondolkodásának. A Szép Hő Zrt. Egyébként a Fűtőerőmű Kft.-től vásárolja a hőt, és mint a vezérigazgató mondja, ennek a cégnek a gazdálkodása eredményezett magas hőárat. A fűtőerőműtől vett hőmennyiség a Szép Hő Zrt. Működési költségeinek nagyjából a 80%-át teszi ki.